Sziasztok kriptofejek, ez a Kriptopercek, a kriptoakadémia.com napi hír összefoglalója. Én Györfi András vagyok, csapjunk bele! Hát sajnos elveszítettük megint a 27 ezret, nagyon nehezen megy ez, bár most valóban egy kis pangó időszak van, vagy pontosabban egy sokkal inkább pangó, mint izgalmasabb időszak van, hogy mikor törhetünk ki ebből az nagy kérdés. Egy tippünk van, a következő kamat döntés, Amiknek kapcsán azt várjuk, hogy júniusban ez kimarad, tehát júniusban könnyen lehet, hogy nem lesz kamatemelés, viszont a várakozások szerint ez még véletlenül sem jelenti a kamatemelési ciklus végét, hiszen akkor is, ha kimarad a soron következő, lesznek még további kamatemelések az idei év során. Tehát valószínűleg a következő dolog, ami legalább némi kép megmozgathatja a Pangó piacokat, az az újabb kamat döntés, vagy annak elmaradása lehet. A BTC valamikor magyar idő szerint ma hajnali 6 óra tájban esett megint egyet, hogy itt most betöltött egy gepet, ahogy azt mondják a technikai analízisben jártasak, vagy valamilyen újabb kedvezőtlen hír ijesztett rá mindenkire. Ezt nem tudjuk, de per pillanat nincs is olyan nagy jelentősége. Foglalkozzunk inkább a szokásos, picit mélyebb analitikai eszközünkkel. Ma arra nézzünk rá, hogy a napi tranzakciós szám hogyan alakul a bitcoin életében az utóbbi időszakban. Miért is érdekes ez? Hát azért, mert józan paraszt könnyű belátni, hogy ahhoz, hogy a piac fellendüljön, a tranzakciók számának is fel kell lendülniük. Persze, kevesebb, ám nagyobb összegű tranzakció is fellendítheti a piacot, hisz elméletben akár még csökkenhet a napi tranzakciószám, úgyhogy közben az árfolyam fölmegy, de ez már annyira elméleti és annyira marginális kérdés, hogy inkább hagyjuk. Jellemzően azért a tranzakciószám növekedése kéz a kézben jár a piac fellendülésével, mind a hangulatában, mind a tényleges, tehát az árfolyamot illető fellendülésben. És azt látjuk, hogy az úgynevezett szegvid és non szegvidben van azért egy felívelés, pontosabban egyszerre van felívelés és átrendeződés. De mi is ez a szegvid Kicsit leegyszerűsítve a bitcoin hálózat tranzakciós nehézségeit hivatott enyhíteni ez a technológia megint csak sarkítva egy blogba több tranzakció kerülhet bele, így igyekeznek a Segwit kitalálói hatékonyabbá, vagy kicsit könnyedebbé tenni a tranzakciókat a Bitcoin hálózaton. A non-Segwit, tehát amik nem használják ezt a technológiát, azok meg kezdenek háttérbe szorulni. Tehát ez egy mellékes jelenség, amiről azért érdemes tudni. Amúgy a Segwit egy mozaik szó, és Segregated Witness, vagyis elkülönített tanú vagy tanúskodás a dolognak a jelentős jelentése. De visszatérve az eredeti témánkra, a napi tranzakció számban igenis látunk egy szolíd felívelést 2023 legeleje óta. Tehát például 2023 márciusában Segwit tranzakcióból 273 at láttuk, és aztán ugorva egy kicsit az időben, május 8-áig, szintén 2023-ban. 558.586, tehát a napi tranzakciószámban van egy határozott felívelés, és reméljük, hogy az árfolyam emelkedés is követni fogja majd ezt, meglátjuk. Rátérve a napvezető híreire, az USA-ban bekeményítenek, ami a kriptoinfluencereket illeti, Na ez nem azt jelenti, hogy általában a műfejt akarnák el lehetetleníteni, hiszen azzal önmagában ha tisztességesen csinálja az ember, szerintem semmi baj. Viszont sokan vannak, akik kisközepes vagy nagy mértékben visszajeltek a befolyásukkal az elmúlt hónapok, évek során, főleg inkább az elmúlt évekről van szó. Kollégám azt az Armstrong nevű urat választotta, aki a vezető, legalábbis a feliratkozó szám szerint vezető BitBoy kriptó nevű csatornát a házigazdáskodja, és hát az állam, pontosabban az egyes szabályozó szervek most azt jelentették be, hogy leszámolnak azokkal a kripto akik visszaéltek valamilyen formában a befolyásukkal. Mit jelent ez? Hát nyilván azt, hogy scam, vagy legalábbis sédi, legjobb esetben is enyhén kérdőjeles projekteket promotáltak. Ez így van jól, meg kell tisztíteni a piacot, nincs mese. Ez volt az egyik hír, amit be akartam nektek mutatni, és egyben mondjátok el egy komment formájában, tökre kíváncsi vagyok, hogy ti kit éreztek hitelesnek a magyar kriptoszénában nyilván engem vegyünk most ki, tehát az én kivételemmel, bár hogyha engem hiteltelennek gondoltok, azt is nyugodtan mondjátok el, mi csak az erősen személyeskedő kommenteket szoktuk cenzúrázni. Tehát mondjátok el, hogy ki az, aki ti hitelesnek éreztek Magyarországon. Tökre kíváncsi vagyok, mert ez nekünk is egy kisebb piackutatás, vagy közvéleménykutatás. Tehát várom kommentben a megfejtéseket, hogy kit éreztek hitelesnek a kripto szénában Magyarországon. Na és akkor a másik hír, amiről be akartam számolni, ha régóta néztek, akkor tudjátok, hogy az úgynevezett privacy coin-nak kapcsán olyan kriptopénzekről van szó, amiknek szinte teljesen, sőt a legtöbb esetben teljességgel visszakövethetetlenek a tranzakciói. Na ezen projektek kapcsán nekem az volt a jóslatom már talán két-három évvel ezelőtt is, vagy ezeknek befellegzett, mert csak idő kérdése, hogy a különböző szabályozó hatóságok lecsapjanak rájuk és elhetetlenítsék a működésüket, hiszen azért ez akkora biztonsági kockázatot jelent, és egy olyan erős eszközt ad az alvilág kezébe, amit egyszerűen nem lehet megengedni, és lám ebben igazam lett, hiszen a Binance bejelentette, hogy Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban korlátozást vezet be bizonyos privacy coinokra. Nem sorolom fel a teljes listát, a Zékes és a Monero is köztük van, mint a két talán legismertebb privacy coin, de a Dash, a Secret, a Verge, Firo, Beam, stb. stb. mind rajta vannak a listán, és ez nyilván egy szabályozói nyomásra történik, ez állhat a háttérben, hogy a privacy coinoknak, nincs jövője. Ez van, és ezzel én egyetértek, mert a kriptó nem a bűnözés segítéséről kell, hogy szóljon. Tudom, van, aki azt mondja, hogy a privacy coinok -ok alapvető emberi joghoz juttatnak minden, minket hozzá, a pénzügyek szabadsága, a pénzügyeink a intimitása, stb. 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 De szerintem nem kell túlzásokba esni, ne foglalkozunk privacy coinokkal, én ellenük vagyok, ez az én személyes véleményem. Szóval ez, ez, ez most teljesülni látszik, és nincs sajnos tovább a Privacy Coinoknak. Én, ahogy mondtam, üdvözlöm ezt a lépést. Akár így, akár úgy, mindenképp iratkozzatok föl, várom a megfejtéseket kommentben, hogy kit éreztek hitelesnek a magyar influencerek közül. Mindenképp iratkozzatok föl, nyomjátok meg a kis csengőt, kövessetek a TikTokon is, és csatlakozzatok a Discord közösségünkhöz, és találkozunk holnap reggel a napindító műsorunkban, a Kripto Kakaóban.